Jó, Trevi vagyok, és nyitjában még elvittem a Mate 20 Pro-t egy videózásra, mert kíváncsi voltam, hogy a Huawei-nek rengeteg pénze van, az összes magyar videósnál szponzorált tartalmak, Mate 20 Pro, Mate 20 videók, Mate 20 Porsche Edition, mindenfajta dolog, viszont egy nagy rakás szar a videós képessége a Huawei-nek, megint, viszont azt a számlájára írhatjuk a telefonnak, hogy a stabilizátorja nagyon meggyőző volt. A Note 9-el készítettem mellette még felvételeket, fogadtam nektek a felvételeket, hogy milyeneket készít a Note 9 és a Mate 20 Pro. Hát többségeteknek természetesen a Note 9 tetszett a legjobban, és úgy gondoltam, hogy elviszem ezt a telefont, és éjszakai fotókat fogok készíteni a városban ezzel, és nem csak ezt vittem el, hanem két másik meg nem nevezett telefont is magammal. Két szabály volt. Az első, hogy automatikus módban készítem a felvételeket, tehát csak rányomok, exponálás és kész. A második, hogyha úgy ítéltem meg, hogy inkább az éjszakai vagy egy éjjeli módot szeretném használni, akkor átváltottam arra, és úgy készítettem el, és ezek közül kiválogattam a legjobb felvételeket. Hogyha részt szeretnétek venni a játékban, akkor 1-es, 2-es és 3-as telefon van, nem árulom el, melyik telefon melyik képhez tartozik, majd csak a videó végén, de próbáljátok leírni, hogy szerintetek az első telefon melyik, a második vagy a harmadik telefon melyik. Ugye azt elárultam nektek, hogy a három telefon közül az egyik a Mate 20 Pro lesz, tehát kezdődjön a játék. Első felvételként megpróbáltam egy kicsit nehezebb felvételt választani. Itt egy sötét garázs kapunál vagyunk, jobb oldalról pedig beszűrődik egy kis utcafény, és nagyon jól látszik, hogy a kék garázs kapu csak a baloldali telefonnak a felvételén látszik jól, viszont ennél a telefonnál a jobb lámpa körül elég zavaros a kép, míg mondjuk a harmadik telefon ezt tökéletesen felvette, de összességében szerintem a legelső telefon csinálta a legjobb felvételt. A következő felvétel se lett sokkal egyszerűbb, egy sötét patot fotózok, ami mögött pedig elhelyezkedik egy sörkert, amit pár hangulatfény világít meg. A második telefon felvételén egyből látszik, hogy mennyire beégett ez a hangulatfény, mint mondjuk a másik kettőn gyönyörűen látszik, és azt is érdemes megnézni, hogy az első telefon felvételén az egyik háznak a fala mennyire kékes, ez pedig azért van, mert nem messze van egy építkezés, aminek egy sokkal hidegebb fényű lámpa, a biztonsági lámpája, ez és a falon lévő plakátok részlete elég hiányos a másik két telefonon. A harmadik képen az előbb említett építkezést látjuk, és a kék fényt. Ez a kék fény nagyon jól látszik az első és a harmadik telefon felvételén, viszont nekem összességében a második telefon felvétele tetszik a legjobban. A jobb oldali képen a színek alulszaturáltak, a bal oldalon pedig túlszaturáltak, szerintem a legrealisztikusabb a középső telefon volt. A következő képnél láthatjátok, hogy a bal alsó sarokban most nincs éjjeli mód, mert itt kétszer fotóztam, egyszer automata módban, egyszer pedig éjjeli módban. A jobb oldali képen érdemes a szobor mögötti falra nézni, ahol nagyon szépen látszanak az élek és az illesztések. A középső telefon egyszerűen tökéletesen elkapta ezt a pillanatot. De nézzük meg ezt a fotót éjjeli módba, ahol összességében a középső telefon még mindig nagyon jól néz ki, viszont a bal oldali telefon rengeteget javult. Piros pont pedig a jobb oldali telefonnak jár, mert a jobb oldali épületnél rengeteg részletet visszahozott az éjjeli mód. Az utolsó felvételnél pedig a háttérben lévő parlamentet szerettem volna lefotózni, mind a három telefon nagyon jó képeket készített, mint például ha megnézzük a bal oldalt lévő fáknál mennyi részlet maradt meg, a középső képnél szinte alig, a jobb oldali képnél inkább csak meg vannak rajzolva, a bal oldali telefonnál még inkább mintha valamilyen varázslat történt volna, mert annyira jól visszaadja a részleteket. Abban viszont kérlek segítsetek, hogy milyen madarak repülnek a parlament felett, mert ezek nagyon jól látszanak a bal és a jobb oldali telefon felvételeinél. Írjátok le a kommentek közé. Remélem tetszettek a felvételek, és még gyorsan írjátok le a kommentek közé, hogy melyik képekhez melyik telefonok tartoznak, ugye három telefon nevet szeretnék látni, 1-es, 2-es és 3-as vagy ABC, rátok bízom, kíváncsi vagyok ki, hogy ki találja el. Még várok 5 másodpercet, és azt is írjátok le közé, hogy melyik fotó tetszett nektek a legjobban, mármint melyik telefon által készített, 1-es, 2-es vagy 3-as. Most pedig a nagy igazság, a legelső, tehát a kijelző bal oldalán lévő képeket a Google Pixel 3 XL készítette, számomra ez volt az egyik legmeggyőzőbb. A középső képeket a OnePlus 6T-vel készítettem, a jobb oldalt pedig ki tudjátok találni, a Huawei Mate 20 Pro felvételei
lettek elkészítve. Nem tudom nektek, melyik tetszett a legjobban. Engem a Google Pixel 3X-el nagyon meggyőzött, és érdekesség, hogy egy lencsével jobb fotókat készít, mint S2-vel vagy S3-mal. Nem feltétlen számít az, hogy mik a specifikációk egy telefonnál, a szoftver mindig az a lényeg, és a felhasználó élmény szerintem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, melyik felvételek tetszettek te jobban. Azt viszont érdekesség, hogy ez a telefon nagyjából fele annyiba kerül, mint a Mate 20 Pro, és nem hiszem, hogy kétszer gyengébb felvételeket készít. Egészen meggyőző képek voltak mondjuk arról a szoborról is, vagy a parlamentről is, viszont tud azért nagyon gyenge felvételeket is készíteni, tehát ez elmondható erre a telefonra is. És itt van végre egy őszinte beszélgetés és videó a Mate 20 Pro-ról, nem fizetett promóció és hasonló, mint más csatornáknál. Remélem tetszett nektek ez a videó. Hogyha további fotókat szeretnétek a OnePlus-ról, vagy a Mate 20 Pro-ról, és milyeneket készítek vele, ugorjatok rá az Instagramra, Tegbetyár néven ott még megtaláltok, majd ott is ugye ez a név fog változni. És remélem észrevettétek, hogy az elején már nincs Tegbetyár, teljesen átalakul ez a csatorna a következő két hétben arra, hogy a saját nemem alatt fog futni, és nem csak telefonokról lesz szó, hanem minimalizmusról, életmódváltásról, utazásról, szupervlogokról, tehát hogyha ez a fajta dolog érdekel téged, lájkold be a videót, és iratkozz fel a csatornára. Én Drevi voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!